Egy 19 éves szolnoki lakos megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2023. március 8-án az éjjeli órákban Szolnokon a Jubileum téren egy számára ismeretlen 51 éves férfi telefonját elkérte, aki azonban azt megtagadta. A jogsértő ezért több alkalommal ököllel arcon ütötte a sértettet, majd elvette a mobiltelefonját, valamint az utazótáskáját, és az értékekkel elszaladt. A bántalmazott az elsődleges orvosi vélemény szerint könnyű sérülést szenvedett. A szolnoki rendőrök adatgyűjtést követően elfogták és előállították a feltételezett elkövetőt, akit rablás büntet elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgattak. A férfi beismerő vallomást tett és elmondta, hogy a piros kabátját menekülés közben eldobta, azért, hogy ne ismerjék fel. A telefont és a táskát a nyomozók lefoglalták, azt a tulajdonosnak visszaadták, ugyancsak megtalálták a rendőrök a piros színű kabátot is. A nyomozóhatóság a terhelt őrizetbevétele mellett előterjesztést tett a letartóztatása indítványozására.